A pompei ásatások során újonnan felfedezett falfelirat átírja a római ókori város pusztulásának dátumát. A pompei ötös régió feltárása során lett színnel felvitt feliratra egy korabeli fazekas műhelyben leltek. Ez arról árulkodik, 79-ben két hónappal később tört ki a Vezúvi és borította be a láva az egykor virágzó város. A felirat november hónap előtti 16. napon, azaz október 17-én, egy héttel a Vezúv kitörése előtt íródott. Tehát nem augusztus 24-én, hanem október 24-én történt a vulkán kitörés, magyarázta el a Pompei Régészeti Park főigazgatója. A színfeliratot egy lakóház oldalszárnyáról nyíló műhelyépületben találtuk. A kert, a műhely és néhány szoba is éppen felújítás alatt állt akkor. Az eddig vélt augusztusi dátum Tacitus császár korabeli levele alapján terjedt el tényként. A kitörés hónapjára vonatkozó kételyek már a 19. században felmerültek, mivel az akkori ásatások őszi gyümölcsök, itt szőlő, valamint a borkészítés nyomaira bukkantak.